Na, jó reggelt kívánok itt Vice City-ben ezen a borongós reggelen. Nem mondanám azt, hogy nagyon jó időt néz ki, felhős az ég. Van vagy 12 fok, de azért, ha nem fog esni, akkor rendben leszünk. Még nincs itt senki, te erre út, hogy jön vagy nem jön, nem tudom. Van ott körülbelül egy olyan 150 köbméter föld a sarokba, amit el lehetne vinni. Lehet, hogy ezért nem fognak idehozni még autót. Esetleg majd a vasat kell bemenni a második alapba. Az egyik már gyakorlatilag kész van, ez az alap. Látszik azt, hogy milyen vasalás van rajta. Már az oldalára rakják azokat a szürke viszintes, úgymond a spacereknek, az a neve spacer, ami azt jelenti, hogy térköz. Tehát az a fekete táblák, amik ott vannak, olyan az a tábla, mint a hullámpapír, csak műanyagból van. És azt fogják mellé rakni, aztán betöltjük azt a kívülről földdel. A föld fogja azt tartani, a távolságot ezek a spacerek tartják, hogy ne érjen hozzá vashoz. És utána az egészet beöntik betonnal. Aztán meg majd építik fel rá a toronydarut. Itt van, ugye kettőt már beraktunk, itt van még három platform. Hát azt, hogy elnézem, ez három különböző, lehet, hogy ez a kettő egyforma itt, az a nagy, ott a sarokban az óriási, azt tegnap vettem le teherautóról, az valami óriási. Az már különlegesen nagy toronydarúvé lesz. Úgyhogy ezek mennek most. Gyakorlatilag sok munkaterület nem volt, vasarat emelgettem be itt. Ezért a tetére raknak, hát ez nehéz ez a vas, mint a dög. Persze, hogy nem akarják kézzel emelgetni. Egy román brigád van itt. Nagyon jó srácok. Szeretek velük dolgozni. Úgyhogy... Na, költöztetnek le a csölökfúrósok. Hozzák le a mixert nekik, hozzá le a nagy darú. Már a bódéjukat letették ide, ezt a sárga kelleres bódét. Most hozzák le nekik a mixert. Valószínűleg ott fognak fúrni, ahol én elszedtem a földet, meg itt is. Ez a rész is, ugye innen is elszedtem a földet, itt kezdtem annak idején. Ez az volt az a vonal, ahol kezdtem a nagy földkitermelést. Ez volt az a vonal. És itten cölöböket kellett, a kék foltok, ahol vannak a földön, a kék festékfoltok, ahol vannak, az a cölöbök helye lesz. És valószínű, hogy ez a terület még, ahol szintén a földet elszedtem, ez a terület, meg ide is, ugye innen szedtem el a sok földet, úgyhogy ide is jönnek még cölöböt fúrni. Úgyhogy most töltözködök lefelé, hozza le nekik a daru a mixert. Igen. Ezeknek a daruknak, tehát általában a daruknak egyetlen egy óriási hátrányuk van, amit így lehet kiküszöbölni, mint látszik ez, hogy a daru nem tud lábon vinni terhet. A rácsosgémű daruk azok tudnak, mert olyan könnyű a rácsosgém, hogy ők tudnak, a tátradaru például tud, meg a krasdaru, azok tudnak vinni terhet lábon is, úgymond lábon vagy keréken. Vagy pedig, ha nem rácsos a gém, hanem ilyen nehéz, mert ugyanis ez a teleszkópos gém, ez iszonyatos nehéz. Tehát minden olyan daru, amelynek teleszkópos gémje van, általában talpa van neki, vagy pedig egy ilyen iszletes széles platformú láztalp. Ugye szélesre ki van tolva, meg hosszú is, borzasztó hosszú. Látszik, hogy szinte a láztalp fölött elveszik a darunak a test része, maga a daru felépítmény szinte elveszik a láztalp fölött, mert hát alá kell támasztani. Az óriási súly miatt, amit egyrészt a teher ad, amit emel, másrészt pedig maga a gém súlya, hát a teleszkópos gém az óriási, az borzasztó nehéz. Tehát kompromisszumot kell kötni,
hogy tudjon is menni, meg terhet is tudjon emelni. Tehát igen. Ilyen munkaterületen, ahol munkagépet, láztapos munkagépet dolgoznak, hoznak egy ilyen láztapos darut, bármit el tud vinni bárhova. Vagy a munkagépet, mert ugye én eddig ahányszor dolgoztam fúrósok mellett, és én voltam a fúrósoknak a segédje, aki a földet elszedi a fúrók mellől, úgy, mint most a segédjük, az a sárga gép, ott az a Hyundai, ott van az a sár, most az a sár, 22 tonnás sárga gép. Na most az is le tudna egyébként hozni az összes tucukat. Tehát ez simán az a 22 tonnás gép az elbírná ezt a mixert. Sőt, volt tudunk, a kisebb géppel dolgoztam, mondjuk mit tudom én, egy 13 tonnással, megemeltük az elét, azt elcsúsztattuk a földön. Elhúztuk. Ez mondjuk luxus, hogy egy ilyen darut rendelnek ide, meg még egy forkliftet, van neki még ez a Caterpillar forklift, tehát ennek a fúrógépnek, amely ez a kék fúrógép, ennek van kiszolgálója, egy cherry picker, az az emelőgép, ami ott elő van, van egy Caterpillar forklift, egy Hyundai 22 tonnás láztalpas, meg egy Leaper láztalpas daru. Hát ez nagyon ritka egyébként, mert ilyet nem szoktak csinálni. Tehát egy ilyen fúrógépnek van egy munkagép kiszolgáló, és a munkagép visz mindent, ő emel fel mindent, és ő költözteti a fúrógépnek az összes tartozékát. Itt ez egy más költségvetés, más játék. Itt megérje nekik biztos, hogy ide rendelnek ennyi gépet, a kiszolgáló gépet a fúrógép köré, a tölött fúrógép köré. Szóval én nagyon sokat dolgoztam már fúrógépek mellett, tölökfúró mellett, sose volt ilyen kiszolgáló géparzenál. Nem adja a nehéz súly egyébként egy ilyen mixer tartály, meg van egy motor az elején, meg van a váz, azt annyi. Azt egy sima, az a 22 tonnás Hyundai játszva lehozták. Hogy akár ez a Kobelco. Nem ez a szóval, de hát ha van neked a dolog, nyilván azt használják. A rotona izé is, a forklift az is költözteti őket. A munkagépben nem csinál semmit, mert az már úri dolga van neki, mert csak az semmit nem csinál, csak amit kifúr földet, eltotorja, felszedi azt a pár mixer, pár dömper földet, amit kifúr, fölrakja a dömper, az annyi. Egy szölöbben azt hiszem, ha jól számoltam, tehát 2,5 dömpernyi föld jön ki egy szölöbből, legalábbis annyit szóra idehozni belőle. 2,5 dömpernyi. Ennyi. Úgyhogy az ő dolguk. Most itt megint elég nagy forgalom van. Itt nem vagyunk a gödörben néhány gép. Erre. Nem győzöm mindig hangsúlyozni, hogy a gépeknek, a daruknak, a munkagépeknek a kiegyensúlyozása mennyire fontos. Az ellensúly, az alátámasztás. Az alátámasztás. Hát látszik, hogy iszonyat hosszú láztalpa a darunak. Szélesen ki lehet tolni. Meg van még vagy 15 tonna ellensúly rajta. Szóval a leglényegesebb dolog ezeknél a gépeknél az egyensúlynak a megtartása, a kiegyensúlyozás. Itt van ez a 21 tonnas Kobelco, az a hátsó öntött vas súly, amin az a két fül van, mert az a kamera, van ugye ez a két fül, a motorház, a fekete motorház tető mögött van az a két fül, mert az a fekete kis pötty, az a kamera,
és az a két füllel lehet leemelni az ellensúlyt róla. Az, az a motorház után az mind ellensúly. Az, az egy öntött vasúly. Öntött vasúly, ez 21 tonnás, az kapásból van legalább 6 tonna. Legalább 6 tonna vagy 7 tonna az ellensúly. Az az öntött vasúly, hogy valahogy ki legyen egyensúlyozva a gép. Ez egy nagyon lényeges dolog. Ez egy nagyon lényeges dolog. És van néhány gép, amely nincs kiegyensúlyozva, de vigyázni kell, mert borul, mint állat. Dolgoztam már olyan gépet, amivel le kellett adnom a súlyt. Fordulás közben fordultam a rottérlával, és le kellett dobnom, mert borult a gép. Szóval vannak olyan gépek. Általában a kisebb gépek, de vannak olyan gépek. Na hát akkor oda rakjátok le. Baszd meg, hogy mennyit harcoltok vele. Hogy mennyit harcoltok vele, nem igaz. Azért fél nap, mire lerakják. Fél nap, mire lerakják. Így, hogyha azt a vázat, azt a kis emelvényt alá teszik, akkor több beton fér a tartályba. Mert hátrafelé meg van buktatva, akkor több beton fér bele. Ebben a tartályban a mixer nem közvetlenül ürít, hanem nyomással megy a mixerből, mellé fogják tenni ugye a stettert, mert egyszerűen a tartály. Mellé fogják tenni a betonpumpát. A mixer a betonpumpába ürít, és abból nyomással megy ebbe a tartályba, tehát azon a csövön keresztül, ami ott van, nyomással megy a tartályba, tehát úgy nyomják bele, így meg tudják buktatni egy kicsit, és több beton beleférjen. Így nem, már nem számít, hogy az a rész, a súrantó része, az följebb van. Nem érdekes. Voltam már, csináltam már olyat, hogy ugyanilyen tartályba nem nyomással ment bele a beton, hanem nekem kellett építeni egy rámpát, amire feltartott a mixer, és közvetlenül ürített bele ebbe a tartályba. Közvetlenül belenyomt ebbe a tartályba betont, és egy rámpát kellett építeni az úzókörből. Egész magas rámpát. Olyan is volt már. Megjött egy autó. Hát kérem szépen. Hát jó emberek. Hát
Azt mondja, 3 óra van egész nap, ez az első autó, ami jött. Ez az első. Délután 3 óra van. Délután 3 órára megjön egy autó.